No, hát mielőtt elindulunk a mai mesét megkeresni, nem tudom, olvastátok-e, figyeltétek-e, hogy egy kicsit ma is szükségünk lesz a Láboskára, mert egy rövid kidobolunk. Ezek a királyok, ezek mind ilyenek, állandóan kidoboltatnak valamit. No, aztán egy lepedő is jól jöhet mára, vagy egy törőköző, vagy egy takarócska, mert egy kicsit bujocskázni is fogunk. Hogy miért, azt mindjárt meglátjátok. Na de amíg anyáék előkerítik a Láboskát és a lepedőt, mi induljunk el együtt, keressük meg a... Menjünk hát, erdőt járunk, árkot lépünk, Szél se tudja, betérünk, bükkfalábunk, venyiget érdünk, jegenyes, sugaras utakon élünk. És hát induljunk el ezen a jegenyes, sugaras úton, akkor együtt és sétáljunk. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombon megállunk, hát csücsülünk, csücs! Sétálunk, sétálunk, egy kis dombon megállunk, lecsücsülünk, csücs! S még egyet! Sétálunk, sétálunk, egy kis dombon megállunk, lecsücsülünk, csücs! Nót aztán a dombon szétnézünk, vajon meddig jutottunk? Hát pontosan az operenciás tengerpartjára. S mint már túlsó parton laknak, üljünk hát fel a hullámokra. Hát a tengeren. Kapaszkodjatok meg jól a hullámokba, mert az elején még csak lassan hullámzik a tenger, de a közepén magasra csapnak a hullámok. Csapjanak jó magasra, aztán megint elcsendesednek, és már is a túlsó parton vagyunk. No, csalogassuk elő akkor a mesénket. Mondjuk együtt. Fekete, fekete, cukota, é, Ábel, Bábel, Dominé, Csiszi, A, Csiszi, B, Csaszodé. Én már nagyunk is be a mesébe. Fogjátok meg a fejeteket, és hármat pörgünk balra. Egy, kettő, három. Most pedig jobbra. Egy, kettő, három. Már be is érkeztünk a mesébe. Hely, úgy tudjátok meg, hogy volt egyszer, hol nem volt. A heted hét országon is túl, az üveghegyeken is túl, de még az óperenciás tengeren is túl, a tüzes tenger 77. szigetjének a partján volt egy ország. Nagy, hatalmas, gyönyörű ország volt. Volt egy gazdag király, és egy igen szegény leány is. Kis városka szélén lakott ez a szegény leány. Olyan szegény volt, mint a templom egere. Nem volt annak egyebe, halljátok, csak egy kis gyöngyös takarója. Ilyen szép, mint ez. Nézzétek csak! Ezt a gyöngyös mindig a város állítette, és király lelte magát, és minden este csak azon imádkozott, hogy ha csak is, de adassék meg neki, hogy palotában aludjék egy éjszakát. Hát bizony, erről ábrándozott ez a leány. Király lányosat játszott. Ha nem, úgy tudjátok meg, hogy bizony ennek a gazdag királynak, ennek volt is palotája bőven, nem is egy,
hanem volt egyetlen egy, miket nem lakta senki. Hosszú évek óta üresen állt ez a palota. Hát tudjátok miért? Bizony azért, mert mindenki azt mondta, hogy szellemek lakják ezt a palotát. No, hát vajon milyenek lehetnek ezek a szellemek? És mit csinálnak ezek a szellemek? Csak bujkálnak, mondták az emberek, csak bujkálnak abba a palotába. És ha belépsz, akkor eléd bújnak, előbújnak mindenhol. Na próbáljuk ki, vajon milyen szellemnek lenni? Hát elő kell készíteni pedőcskét, vagy törülközőcskét. Most akkor bújjunk el, legyünk mi is szellemek, és csak úgy bukkanjunk elő néha. Lássuk, megijesztünk valakit? Így elbújunk. Ti is előbújtatok már? Itt vagytok, szellembarátaim. Na, újabb bujkálás követ. Hányan vagyunk szellemek? Tele van már a kastély? No, még egy pár szellemet várok, gyertek, gyertek, gyorsan gyűjjünk össze. Minden szellem ebben a kastélyban? Hát akkor most bújjunk elő. No, hát így képzelték az emberek, hogyha belépnek ebbe a kastélyba, mindenhonnan csak szellemek jelennek meg, és ott huhognak majd körülöttük. Hát biza, ezért nem merte senki ezt a kastélyt lakni, hanem vakarta a fejét a király, ott áll üresen ez a kastélyt, csak el kéne adni. No, az hívta is a hűszolgáját. No, hallod-e, szolgám, hirdesd ki ország világ előtt, hogy ez a kastélyom eladó. Ha már nem lakja se herceg, se báró, legyen bárkié, aki meg tudja fejteni, hogy mi az ára a kastélynak, és ki is tudja azt fizetni persze. No, hát úgy tudjátok meg, hogy bizony nem akármilyen ára volt ennek a kastélynak. Na hát szükség lenne a nagy tesókra, ahol van nagy sulis tesó, ahol nincs ott anyára vagy apára, mert biza számolni kéne. Hát nem is fogom elárulni nektek, hogy mennyibe kerül a kastély, azt majd szépen kiszámoljátok nekem. Te végén majd utána, hogy ki tudott ügyesen számolni. No, de mondom is, hát úgy tudjátok meg, hogy ennek a kastélynak annyi szobája volt, ahány hónap van egy évben? Na, tudjátok-e, hány hónap van egy évben? Ha igen, akkor írjátok le. Mert ennek a kastélynak annyi ajtaja volt, ahány hét van egy évben. Na, ezt is írjátok le. Ki kéne számolni, hogy hány hét van egy évben? Hanem ennek a kastélynak annyi volt, ahány nap van egy évben. No, ezt is gyorsan jegyezzétek föl, mert úgy tudjátok meg, hogy a kastély ára, ha összeadjátok ezt a három számot, no, akkor fog kiderülni. Hely, fogta a fejét a kidoboltató, mert hát ügyes volt ő, meg hűs volt ő. Nem sok esze volt. Hát ő biza nem tudta kiszámolni. No, de attól ki kellett, így hát azt megjegyezte, hogy mit kell összeadni, és neki indult. No, fogta a dobot, és begyakorolta, hogy hogyan fog ő végigvonulni falvakon, városokon, az egész birodalmon, hogy kidoboltassa a király üzenetét.
No hát, elég rég dobolt így. Csak lassan próbálkozott. Na, jó lesz ez. Tudjátok utánozni? És aztán egész jól belejött. No, doboljunk vele együtt. Hát így vonult végig, falvakon, városokon. És egyre csak azt kiabálta. A király üzenetét hozom. Eladó az egyik kastélya. A király üzenetét hozom, eladó az egyik kastélya. De halljátok, amikor az emberek meghallották, hogy melyik kastélyról van szó, az, amelyik ott áll üresen hosszú évek óta. Jaj, bizony nem is érdekelte őket, hogy mi az ára a kastélynak. Hanem szépen lassan. Hát eljutott abba a kis városkába is, ahol ez a szegény leány lakott. És Biza eljutott abba az utcáskába, és a szegény leány fülelt, hát mit hall? Eladó kastély? Hát az néki, hát az Biza néki, meg kell szerezni. No, fogta is a gyöngyös takaróját, magára terítette, és kilépett az utcára. Hallod-e, szolga, hát állj meg! Én megvenném azt a kastélyt. Végig nézett rajta a szolga. Hát a takarócska még hagyján, szép volt, gyöngyös volt. De alatta a leány, hát az erős szakadt volt szegény. No, de hát végre valaki érdeklődik a kastély iránt, gondolta a szolga. Hát ide figyelj, te leány! Én elmondom neked, mi az ára a kastélynak. Halám, ki tudod-e számolni? No, emlékezz ára? Ismételjük el? Hány szobája? Annyi szobája van a kastélynak. Ahány hónap van az évben? No, ezt a leány feljegyezte magán. Aztán annyi van a kastélynak. Hány hét van az évben? Jegyezte a leány. És annyi ablaka van, ahány nap van az égen. Ezt is feljegyezte a leány. Hű, gondolta magába, de csodálatos kastély lehet. Ennyi ablakkal. Hát az tiszta cifra palota. No, gyorsan ki is számolta az árát, és így szólott. No, ide figyelj! Tudom én az árát, meg is üzenem a királynak, vidd az üzenetemet, hogy én ki is fizetem a kastélyt. Csak hát a hitelezőim még nem adták meg a kölcsönöket. Egy kis időt kérek tőle, amíg összegyűjtöm a pénzt, hogy kifizethessem a kastélyt. Hát nézte a szolga, nézte. De hát mit volt mit tenni? Senki másnak nem kellett a kastély, ment hát a király elé. És vitte a leány üzenetét. Hát hallja a felséges királyom, hát csak egyetlen egy leány, hogy kellene neki a kastély. Meg is mondta az árát. Jó, ha kiszámoltátok, ti is megírhatjátok nekem. Meg is mondta az árát. Ennyi és ennyi lenne. Hey, bólogatott a király. Ügyes leány ez. Igen ám, de kis haladékot kérne a fizetségre. Na, se baj. Hát adj neki egy eszendő haladékot. Vidd a kulcsot. Közzék be, ha ilyen okos. No hát,
Elő is kereste a szolga a kulcsot, s vitte le a leánynak. Hát bizony úgy tudjátok meg, hogy a szegény leány aznap be is költözött a palotán. Végig mind a 12 szobán, de hát az mind a 12 tiszta üres volt. Hát még egy szőnyegecske se volt benne, nem hogy ágy legyen, vagy asztal, vagy szék, vagy szekrény. Semmi az ég egy adta világon nem volt. Hanem a kastélyker az gyönyörűen zöldelt, gyümölcsöket adott minden áll. Így hát a leány ettől kezdve csába aludt, hanem még ennie is volt mit. Na, úgy tudjátok meg, hogy ez a leány minden áldott reggel lement sétálgatni a palota kertbe. És vajon mit evett? Hát minden reggel szemepret megevett. Na, szedjük fel mi is azt a 10 szemepret. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaj, de finom volt ez a 10 szemeper. Tudna többet is enni, mint 10 szemet. Hanem utána gyönyörű piros érett almákat látott a fán. No, abból a 10-et szedjük mi is vele együtt. 1, 2, 3, 4. Jó magasan voltak az almák, jó magasra nyújtózzatok. 5, 6, 7, 8. 9, 10. Aztán a szellővel és a fáncolt. Táncoljunk mi is egy kicsit vele. Fújta a szél a fákat, a leveleket, az ágak hajladoztak, és biza a liány is velük hajladozott. Jobbra, balra, jobbra, balra. No, hanem úgy tudjátok meg, hogy a 12 szoba közül egyet kiválasztott magának. Az is ugyanolyan üres volt, mint a többi. Fogta szépen a gyöngyös takaróját, felét leterítette a földre, takarózott, és úgy aludni. Igen ám. Hanem egyszer csak kaparászás hallott. Még jobban magára húzta a gyöngyös takarót először. Így elbújtni mutatom. Így elbújt a gyöngyös takarója alá. De még mindig kaparászás hallott. Addig kaparászott az a valami az ajtóba, hogy biza ez a leány elkezdett kíváncsi lenni. Vajon mi lehet az? Ki is kiáltott? Ki vagy te? S mit akarsz ott? Hanem senki nem válaszolt, csak a kaparászás folytatódott. Na, gondolta a leány, nem baj, majd ő kikukucskál. Minden ajtón volt egy ilyen kukucskáló, nálatok is van otthon. No, ebbe a adjátok. Ajtón volt egy kukucskáló. És a leány ugyan félt egy cseppet, de kíváncsisága annál nagyobb volt. És ment óvatosan az ajtóhoz, hogy kikukucskáljon rajta. És hát, ahogy kikukucskált, mit gondoltok, mit látott? Az ajtóban ott állt egy macska, és azt mondta, hogy miau, miau,
ajtót. Bevette a kis macskát, és a takarója alá tette. Hát te is olyan árva vagy, mint én. Te is olyan egyedül vagy, mint én. Na gyere, maradj velem. És így is lett. A macska dorombolt, dorombolt. A leány cirógatta, simogatta. És így aludtak el. Ha nem úgy tudjátok meg, hogy reggel, ahogy a leány felkelt, hát kereste a macskát itt is, ott is, hát nagyon elbújni nem volt hova abba a szobába. Az ablak zárva volt, az ajtó zárva, a macska sehol. Hanem azt nézte, hogy alatt a macska helyén egy ilyen talált. No, hát ezzel most mit kezdjen, gondolta magába a leány. Szép csillogó kő állt a sarokba. Az másnap, mikor este lefeküdt, hát megint volt. No, de most már meg se ilyet. Ment az ajtóba, nyitotta ki az ajtót. Miau, 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 jött be a cica. Megint oda bújt a takaróba, megint együtt aludtak el. Hanem reggel, amikor a leány felébredt, a macska megint nem volt sehol. Hát, telt múlt az idő, és bizony úgy tudjátok meg, minden reggelre a macska eltűnt, és maga helyett mindig valami gyönyörű logó drága követ hagyott. Ej, de már kezdte furdalni a kíváncsiság ezt a leányt, hogy hová tűnik el a macska, s hogyan, amikor az ajtó, ablak minden zárva van. Na, gondolta egy szép nap, majd én megleslek. Megint jött a macska, összebújtak, cirógatta a leány, s kérdezgette, hallod-e te macska? Hát mondd, hová tűnsz el minden éjjel, vigyél magad. De a macska mit gondoltok, mit válaszolt? Miau, és dorombol. És miau, és bol. No, hadd el, gondolta magába a leány. Becsukta a szemét, mintha aludna, de az egyiket nyitva tartotta, csak úgy egy kicsit résnyire. És hát halljátok, egyszer csak mit lát? Hát a macska. Óvatosan elindult az ajtóhoz. Az ajtó előtt pedig dobbantott hármat, ígyni. Az ajtó pedig kitárult. A macska kiosont rajta. Tudjátok, hogy osonnak a macskák? Na, osonjunk mi is a macskával. Így óvatosan. Így ment a macska. Talanul. No. De a leány se volt rest. Elindult a macska szépen, csendesen, hangtalanul. Végig mentek egy hosszú-hosszú folyosón. Mind a két oldalán rengeteg ajtó, de a macska egyik ajtó előtt se állt meg. Mosó legeslegvégén egy egészen kicsi ajtó előtt. Nót aztán megint. Az az ajtó is kitárult. Beosont rajta a macska. Osonjunk mi is utána? Úgy bizony. De osont utána a szegény leány is. És hát, amögött az ajtó mögött lépcsők voltak. Hosszú-hosszú lépcsősor. Le a sötétségbe. No, osont lefele a macska a lépcsőkön. Osont utána a leány is. Hát, ahogy leértek a hosszú lépcsősoron, egyszer csak mit lát a leány? Hát egy gyönyörű, szép ezüst erdőben vannak. No, ahogy ott mentek az erdőbe, osontak, egyet gondolt a leány. Letörött egy ezüst ágat. A badban csendült, bondult az egész erdő. A macska megfordult, de a leány olyan ügyes volt, olyan gyors, hogy gyorsan egy fa mögé beugrott.
s nem vette észre a macska. Nos, osontak tovább, addig-addig osontak, míg beértek egy, na vajon milyen erdőbe, mit gondoltok? Aranyerdőbe! Hát ahogy osontak végig az aranyerdőn, a leány gondolt egyet, letört egy aranyágacskát is, csendült, gondolt megint a erdő. No, de a leány megint beugrott egy fa mögé. A macska mire megfordult, semmit nem látott. Csak osont tovább, és csak osontak, osontak, míg be nem értek. Egy gyémánt erdőbe, halljátok. De hát az villogott, még a szemét is elkarni. És nem csak, hogy gyémántból voltak a fák és az ágak, hanem gyémánt levelek, gyémánt virágok lógtak róla. Na, gondolta a leány, ő biza ebből is letör egy ágat. Hát, ahogy letörte, csendült bont az erdő. Fordult meg a macska, de a leány már egy fa mögött bujkált, nem vette észre. Azt, ahogy az erdő szélére értek, ott újra hosszú lépcsősor vezetett le. Na, ott is osonni kezdett a macska lefele a lépcsőkön, s ahogy osontak, osontak, hát a leány fülelni kezdett. Hangokat hallott, énekhangokat hallott. No, ahogy lenne bértek, hát lásd csodát, egy hatalmas nagy bálterem volt ott lent a föld alatt. Mindenféle grófok, hercegek, bálterem, gróf kis az királylányok, királyfik, csak táncoltak, s daloltak. No, hát tudjátok, mire táncoltak? Megmutatom nektek. Ismeritek azt a nótát, hogy lérem, lérem, utolérem? Így összefogózkodtak két sorba, én nekem nincs kit megfogni, de felveszem a gyöngyös takarómat, így, és én abba kapaszkodom. Hoppa, macskát levertem. No, ti pedig fogjátok meg egymás kezét, kapaszkodjatok egymásba, és énekeljük, hogy lérem, lérem, utolérem, száz kutyával összetépem, sőt, bor. Pálinka! Lérem, lérem, utolérem, száz kutyával összetépem, sör, bor, pálinka! No, hát halljátok, így énekeltek, s így mulattak, s hát amikor meglátták a macskát, kiáltani is kezdtek, jaj, de jó, hogy megjöttél, Bénli bári, hát gyere már! Hát rád várunk, mulass velünk, táncolj velünk, dalolj velünk. No, hanem, ahogy a macskának a nevét hívták, no, ki emlékszik? Elmondom újra, Bénli bári, így hívták ezt. Hát, ahogy a nevét kimondták, az egyet bukfencezett, és úgy tudjátok meg, gyönyörű szép királyfi vált belőle, olyan szép volt, mint egy szál gyújtott gyertya. Hát a szegény leány, mikor meglátta, a szeme majd kiesett a helyéből. No, de abba a pillanatban észbe is kapott. Biza, vissza kéne menni a szobába, amíg az ajtók be nem zárulnak. No, így hát szépen óvatosan sarkon fordult, és felosont a lépcsőkön. Végig az erdőkön, végig a hosszú folyósókon, és még épp időben visszaért a szobájába. No, a három ágacskát szépen a gyöngyös takarója alá rejtette, és így várta másnap a macskát. Jött is a macska este, kaparászott, kaparászott, a leány beengedte. Aztán simogatni kezdte, s kérdezgetni. Hát mondd el, kis cicám, merre jártál? Mit mondott a macska? Miau, és dorombolt. Miau, és dorombolt. Hát, a leány hiába kérdezgette, mert nem mondott egy szót se.
De akkor a leány szépen elővette a három ágacskát. Tudom én ám, hogy hol jártál? Ezüst erdőn, aranyerdőn, gyémánt erdőn átosontál. Tudom én, hogy ki vagy. Bénli Bári. Hát lássatok csodát, ahogy a leány a macska nevét kimondta. Csendült, gondult a palota. Berepett az összes ablak, s mind kitörött. A macska akkorát nyávogott, hogy akkorát ti még nem hallottatok. Kipta magáról a macska bőrt, s változott gyönyörű szép királyfivá. De ebben a pillanatban nem csatát, hanem mindenki más, aki ott a föld alatt volt. A grófok, a gróf kisasszonyok, a királylányok, a bárók, a hercegek, a királyfi. Hát úgy tudjátok meg, azok mind macskák voltak. Nem szellemek voltak. Elátkozott királylányok és ahogy a szegény leány Bénli Bárinak a nevét kimondta, hát a bőréből mindegyik kibújt. Na gyertek, változzunk át mi is királylányokká és királyfikká. Bújjunk el a szellem bőrünk alá. És vegyük le magunkról. Jaj, mennyi gyönyörű királylányt és királyfit látok. Hát ti is mind átváltoztatok. No, így változtak át, bizony, és mindannyian fel is költöztek a palotába. Azt a sok-sok gyémántot és drága követ a leány az mind összegyűjtötte, elvitte a királyhoz, és kifizette a palotát. Hát s mit gondoltok ennek a Bénli Bárinak? Ennek a királyfinak megtetszett a szegény leány? Hát bizony, hogy megtetszett. Meg is kérte őt feleségül. A leány, amikor meghallott, hát nem csak, hogy palotába lakhat, de még királylány is lesz belőle. Na hát erről még ő se álmodott. De hát össze is csapták a lapodat. Mulattak három éjjel, három nap, és azóta is ott élnek boldogan. No, hát ez így volt, mese volt, minden szava igaz volt. Hanem ebből a meséből is ki kéne pörögni, ahogy minden meséből, de attól még, hogy kipörgünk belőle, akárfig fogtok. No, gyertek! Először balra egy, három. Most jobbra. Merre van a jobb? Arra. Egy. Kettő. Három. Nagyon ügyesek vagyunk. Üljetek rámukra az óperenciás tenger hullámaira. Jöjjünk vissza együtt. Szépen lassan. Aztán kapaszkodjunk meg, mert felcsapnak a hullámok. Magasra csapnak. Aztán újra lecsendesednek. És már át is értünk az innencső partra. Jöjjetek velem haza. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombon megállunk, lecsücsülünk, csücs! Sétálunk, sétálunk, megállunk, lecsücsülünk, csücs! Sétálunk, sétálunk, egy kis dombon megállunk, lecsücsülünk, csücs! És ne menjetek messzire, hanem számoljátok ki, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mennyi lehetett a palotának az ára. És írjátok itt meg nekem, hadlám, hányan tudtok számolni, mert én bizony úgy tudjátok meg, még mindig nem tudtam.
És az a jó hírem is van, hogy jövő héten is folytatódnak a mesék, de nem akárhogyan. Jövő héten Gregus Laci mesemondó társam fog nektek mesélni, a ti meséiteket meséli el nektek, így hát arra kérünk titeket, hogy rajzoljatok, és küldjétek el nekünk a rajzokat. Lehet rajzolni mesebeli helyszínt, varázstárgyat, meseszereplőket, oda lehet írni akár a nevüket is, vagy az, hogy mit rajzoltatok, ki az, aki a képen szerepel, mi az, aki a képen szerepel, és ezekből a képekből Laci jövő héttől mesél a sajteket. Hát várjuk a rajzokat a mesekukat@szekergőmeseösvény.hu e-mail címre, de mindjárt itt megírom nektek, hogy biztosan jól tudjátok leírni. Jó rajzolást, jó számolást, várom azért annak a palotának az árát is. No most pedig lépjünk ki együtt a mai meséből, búcsúzzunk tőle úgy, hogy jó helyen vigyétek haza. Sűrű erdő, kopasz mező, pillogója, itt bemegy, itt megáll, itt a kulacs, itt így áll. Egészségetekre, holnap 10 órakor várlak, addig is meséljetek és játszatok sokat. Sziasztok!